2010-et írunk, ez, ha jól számolom, azt jelenti, hogy 60 évvel ezelőtt kaptad meg ezen az egyetemen a diplomádat, 1950-ben. Igen. Nem is tudom, hogy akkor még Pázmány Péter? Igen, akkor még Pázmány Péter volt, aztán hamarosan már Eötvös Loránd lett. És hát gyakorlatilag az egyetemi hallgatói idődet, és azt követő most már ilyen 60 évet is ezen falak között töltötted, sőt a tanári időszakodat, ami most az emeritussággal együtt 6 évtized, ezt ugyanabban a szobában, ha jól tudom. Lényegében igen. Aztán mikor ez a szoba kialakult attól fogva, eleinte még a szemináriumi helységben dolgoztam, de aztán mikor ez a szoba, nem emlékszem rá, hogy alakult ki, de akkor aztán már abba a szobába költöztem át. Amikor hallgató voltál, akkor ilyen intézmény, hogy demonstrátor volt már, vagy volt, hasonló? Igen, volt ilyen intézmény, és a mi tanszékünkön is dolgoztak ketten már. Részben velem egy időben, részben engem megelőzően, az egyiket talán ismerted, úgy hitták, hogy Csétót Miklós, ő aztán a legfelsőbb bíróságon is volt, meg az igazságügyminisztériumban is, a másikat úgy hívták, hogy Enyingi Péter, őt nem ismerted. Ki mellett dolgoztál akkor hallgatóként, Nizsalovszky Endre? Hallgatóként Nizsalovszky Endre mellett dolgoztam végig. Amíg hallgató, meg aztán még kezdő oktatóként is, hát amíg ő nyugdíjba nem ment, vagy nyugdíjba nem küldték. Akkor ugye két professzora volt a polgári jognak. Nem, két polgári jogi tanszék, tanszék volt egyenesen. Két polgári jogi tanszék volt. A másik tanszék, mikor én egyetemre jártam, akkor még a Szászi professzori, Szászi Istváné volt. Szászi István. Igen, őt aztán 1949-ben nyugdíjazták. Hát egy elég változékony kor volt a te egyetemi időszakod is. Mégis kikre emlékszel, akik így hát a te általad kedvelt tárgyakat oktatták? Hát a polgári jog akkor még ugyan magánjog volt, Nizsalovszky Endre elsősorban, Szászi István, aki egy külön tanszéken volt, de azért a tanításban ők mind a ketten egyformán részt vettek, Asztalos például a Szászi István tanszékén dolgozott. Kuncz Ödön kereskedelmi jog professzora volt, Marton Géza a római jog professzora, Eckhardt Ferenc jogtörténet professzora. Ők nagyon aktívan részt vettek az egyetemi életben is. Hát akkor még azért az volt jellemző, hogy ezek a professzorok minden nap ittben voltak, közvetlenebb kapcsolatban voltak azokkal a hallgatókkal, akik erre igényt tartottak. És mindegyiknek volt azért demonstrátora, és a demonstrátorok is jóban voltak egymással, szóval kapcsolatban voltak egymással, a többi tanszéknek a demonstrátorai is. Aztán mire én mondjuk szigorló lettem, és még nem voltam ugyan teljesen kész, addigra ide került Beksala, és ő azért sokáig itt volt, a Sala bácsi, egy... Hát őt én is ismertem, igen. Még, igen. Igen, Őrsi Gyula egy kicsit később került ide, és érdekes módon ő azt hiszem, hogy Szegeden kezdett. Pesten élt ő mindig, de aztán úgy később került ide, és Világi pedig a Szászi tanszékre került, ugye? Ő kapta meg a Szászi tanszéket. Világi kapta meg. És aztán később összevonták a két polgári jogi tanszéket egy tanszék, és sőt, volt egy idő, mikor még a polgári eljárásjogi tanszék is ugyanoda tartozott, sőt, egy időben ennek a három összevont tanszéknek a Sala bácsi volt, a Vegsalamon volt a vezetője, de azután jött Világi Miklós a tanszék vezetésére, és azután jött Őrsi Gyula a tanszék vezetésére, és azután jöttél te. Őrsi Gyulának különböző megbízásai, ő maradt a tanszéken, de hát különböző megbízásaival ő úgy érezte, hogy ez összeférhetetlen, hogy a tanszéket is vezesse, közben rektor is volt, az akadémián is volt már valamilyen funkciója, és akkor kerültél te a tanszék vezetésébe. Visszatérve még a egyetemi hallgató korodra, te gondolom, mint érdeklődő, átlagnál érdeklődőbb, ambíciózusabb, nappali tagozatos hallgató, az említett professzorok előadásaira jártál. Én jártam az előadásokra. Milyen előadások voltak mondjuk Eckhardt, Marton, Kuncz Ödön, Szászi?
Én mindegyiknek szerettem, az érdekelt is, amit mondtak, szerettem is az előadásaikat, és tankönyvek sem nagyon. Nizsavszki később írt két jegyzetet, tankönyvet. Az ember azért zömmel az előadások anyagából is nagyon sokat tanult, mert nem voltak még új tankönyvek, és ezek az embereknek, hát Marton Gézának volt, Marton Gézának nagyon régóta volt tankönyve, de érdemes volt őt hallgatni, szóval nagyon hasznos volt őt hallgatni. A többieknek, amennyire én emlékszem, olyan tankönyv, a Szászinak később lett tankönyve, amit itt az egyetem adott ki, mert ő Kolozsvárról jött, azt hiszem, így volt egy ideig valahol külföldön is, de aztán ő Kolozsvárról került ide, neki is volt egy tankönyve. De érdekes volt őket hallgatni, színvonalas előadásokat tartottak, és volt egy ilyen állandó gárda, aki bejárt, szóval nagyon nagy létszámú évfolyamok voltak, de hát volt olyan évfolyam, hogy a hármas tanteremben, tudod, hogy ez mekkora, ott elfértünk. Aztán később a kettes, az már nagyon, az egyes, azok már nagyobb tantermek voltak, de elfértünk ott. Ugye édesapád ügyvéd volt, édesanyád orvos, őket még én is ismertem. Hogy döntéttél a pályaválasztásra? Hát az orvosi pálya valahogy eszembe se jutott, az úgy nem éreztem ahhoz hivatást, hogy az orvosi pályára menjek, és amikor leérettségiztem, akkor úgy két pálya között alakult ki bennem az, hogy válasszak, az egyik a közgazdasági pálya, és a másik a jogi pálya. És aztán én kereskedelembe érettségiztem, ott elég sok ilyen gazdasági ismeretet tanultunk, és valahol úgy éreztem, hogy a közgazdasági egyetem nem ad annyi pluszt hozzá ahhoz, amit már megtanultam, hogy most még egyszer újra azokat is megtanuljam, és mint hogy körülbelül egyensúlyban voltak az elgondolásaimban a közgazdaság és a jogi egyetem, hát aztán nem volt nehéz a jogi egyetem mellett dönteni, és nem bántam meg, hogy a jogi egyetemet választottam. Aztán hallgató koromban már a polgárjogi tanszék, vagy akkor még magánjogi tanszék munkájába bekapcsolódtam, és mikor végeztem, akkor én szóltam Nizsavszki professzornak, hogy szívesen maradnék a tanszéken, akkor még az oktató, akkor kezdődött, hogy szemináriumi rendszer, már ilyen gyakorlati órák rendszerében is kezdődött az oktatás. Én emlékszem, az első tanév, amikor már oktatóként, már kinevezett oktatóként voltam, az az 50-51-es tanév volt, akkor már voltak gyakorlati órák. Kitüntetéssel végeztél. Kaptál is aranygyűrűt, vagy hogy zajlott le azokban a viszonylag viszontagságos években a kitüntetéses doktorraavatás? A kitüntetéses doktorraavatás az egy külön avatás volt, hármunkat avattak ott egyszerre, akik ilyen kitüntetéses doktorátussal végeztünk, és aztán néhány héttel később összefutottam az egyetem akkori rektorával, Trencséni Barda fel akadémikusa, aki nem is nagyon exkluzálva, hanem olyan természetesként közölte velem, hogy ugye tudom, hogy az ilyenkor korábban adott gyűrű az feudális maradvány, tehát hogy ez megszűnt. Én ugyan nem tudtam, de azt nem vettem észre különben sem, hogy gyűrűt akartak volna adni. De az előző évben, amikor az asztalos László kollégám végzett, ugyanaki a Szászi tanszéken maradt ott, neki még volt ilyen gyűrűje, és van ismerősöm, aki Debrecenben végzett, és ő is kapott gyűrűt. Mire én végeztem, addigra a gyűrű az feudális maradvány lett, és hadd tegyem hozzá, erről még nem beszéltünk, hogy néhány év múlva a doktorátus is. Hát nem is feudális maradvány lett, de megszűnt. Például Sárándi Imre sokkal később kapta meg, a testvérem, aki orvos volt, sokkal később kapta meg az oklevelét, mert addig már doktorátusát, mert addig okleveles jogász volt, okleveles orvos volt, és a doktori címet is egy időben eltörölték. Ezek ma már ilyen különbségeknek hangzanak. Hát különbségek, de egy kicsit jellemzik azt a viszontagságos kort, ugye változott a világ, lényegében a mi tárgyunk, a polgári jog mögötti társadalmi viszonyok is akkor pont ezekben az években az államosításokkal nagyot változtak. Igen.
És az volt az érdekes, hogy az első évben, majd mai viszonyokhoz képest különösen, az első évben, amikor szemináriumot vettem, az 50-51-es tanév volt, akkor volt egy olyan évfolyamon, ahol összesen 61 néhány hallgató volt. Hallottam, hogy még néha kampányolni is kellett, hogy jöjjenek a érettségizők erre a karra. Igen, főleg vidéki középiskolákban. Te is voltál ilyen? Én is voltam egyszer, egy Nyíregyházán és Nyíregyháza után Kisvárdán. Szóval egy udva összekapcsolva, egy nap Nyíregyházán voltunk, két akkor létező középiskolában, és másnap átmentünk Kisvárdára, és ott is. És volt egy olyan kis később leendő hallgatónk, aki a mi kampányolásunk alapján került fel Budapestre, és az érdekesség az, hogy a Beksala bácsiékhoz került albérletbe. És ugye az ember nézi a fiatalkori publikációidat, hát ugye elsősorban kötelmi joggal foglalkoztál, csak így hirtelen eszembe jut a jogosult késedelme, aztán jóval később egész modern téma a termékfelelősség. Ha jól tudom, te írtál először magyar nyelven a termékfelelősségről egy egész kis könyvet, de a kandidátus értekezésed is a polgári jog területéről. Igen, azt még előbb írtam, mind a termékfelelősséget. Igen, a szerződés érvénytelenségéről írtam a kandidátusi értekezésemet, és aztán később a termékfelelősségről. Hát ugye a szerződés érvénytelenség az aztán könyv alakban megjelent, egy szép vaskos könyv, 63-ban jelent meg, úgy emlékszem, és hát azt még ma is használjuk. És akkor hogy lett aztán később a családjog a te súlyponti területed, mind az oktatásban, mind a kutatásban? Amikor megvédtem a kandidátusi disszertációmat, akkor már Világi Miklós volt a tanszék vezetője, és őneki az volt az álláspontja, hogy aki megvédi a kandidátusi disszertációját, annak legyen egy önálló főtárgya, amit ő ad elő, amiért ő felelős. És hát akkor többi tárgynak már megvolt az előadója részben, úgyhogy külön egy előadó a nappali tagozaton, egy előadó az esti tagozaton, és a családjog akkor a polgári jogon belül, önálló fél évben, de a polgári jogon belül került oktatásra, és akkor azt mondta, hogy hát ez a még a szabad tárgy, úgyhogy ő azt szeretné, hogyha ezt tanítanám, és akkor így hát nyergeltem át, ha szabad így mondani, a családjognak az oktatására, és aztán fokozatosan a tudományos művelésére is. De hát gondolom nem bántod meg, mert én mindig azt éreztem, amikor te beszéltél a családjogi problémákról, hogy azt te szakmai érdekességén túl úgy emberileg is rendkívül fontosnak tartod, mint hogy az is, és hát végeredményben nemzetközileg a családjoggal lettél igazán ismert és elismert. Én nem bántam meg, és én most sem bánom meg, hogy foglalkozom vele, de azért meg kell, hogy mondjam, hogy volt olyan nézet a tanszéken is, hogy a családjog egy ilyen enyhén kifejezve másodrendű tárgy, és hogy az igazi polgári jogász az nem családjoggal foglalkozik. Szóval... Hát mondjuk, remélem most nem rám gondolsz, mert én nekem is van egy olyan, vagy volt egy olyan felfogásom, ezt nem gondoltam soha se, hogy a családjog az nem igazi polgári jog, nem is szólva a társadalmi jelentőségét. A családjogban sajátos módon először a szocialista országok családjogászai között kialakult egy együttműködés. Évenként vagy két évenként volt egy-egy konferencia, amik szerint könyvformájában is megjelent az anyaga, amit a szocialista családjogászok, az elméleti művelői zömmel, de azért az igazsági minisztérium dolgozói is részt vettek benne, amit ők csináltak. És amit még érdekességnek mondanám, hogy míg az első, hát ennek a rendszernek az első polgári törvénykönyve 1959-ben készült el, családjogban már 1952-ben készült egy átfogó családjogi törvény. Egyrészt még ma is hatályban van ez, ez az 52-es törvény, módosításokkal. És hát rengeteg olyan
mondjuk így újítása volt a családjogban az akkori úgynevezett szocialista országoknak, hogy a nyugati országok évtizedekkel később tudtak eljutni. Hát igen, az első házasságon kívül született gyermek jogállásáról Magyarországon 1946-ban született törvény. Hozzáteszem, addig a magyar jog hátrányosabban kezelte a házasságon kívül született gyereket, mint számos nyugati jog. És 46-osban született törvény kifejezetten kimondja, hogy mind az apával, mind az apai családdal a házasságon kívül született gyermeknek családjogban és az öröklési jogban is azonos jogai vannak a házasságból született gyerekkel. És ebben Magyarország meglehetősen élen járt ebben a szabályozásban. Na most a mai élettárs apáknál természetes, hogy elismerik a gyereket, hát együtt élnek. És ma már is szerint körülbelül akközt van külön, szerint van különbség, hogy házasságból vagy házasságon kívül született a gyerek, hanem akközt van különbség, hogy együtt élő szülők gyereke vagy külön élő szülők gyereke. És ez mondjuk nem 5 perc óta létező mai kérdés, ez elég régóta, és ez világviszonylatban létező kérdés, ami hát így alakult. Szóba került, hogy a polgári jog egyéb területe iránti érdeklődésed a családjog mellett megmaradt, hát ezt ékesen bizonyítja egyebek hát tanítottam mellett, is az egész. Hogy ezt tanítottad, így engem van. Is tanítottál például a polgári jogra. De azután is tanítottam. És utána még évtizedeken keresztül tanítottál a polgári jogot, sőt, a doktori disszertációd is, hát mondjuk a családjoghoz közel álló polgári öröklési jogi téma volt, igen. Na most ez is egy olyan monográfia, a házastárs öröklési jogállása, a túlélő házastárs öröklési jogállása, amelyik máig egy standard munka. Ugye most, amikor az új polgári törvénykönyv előkészületei folytak, az elmúlt évtizedben, hát ez a monográfiád, ez megkerülhetetlen volt. Amikor te végeztél, és utána még hosszú ideig, legalább egy évtizedig, inkább másfél évtizedig, hát innen nem nagyon lehetett, pláne egy tanársegédnek külföldre járnia. Hát mikor alakult úgy a helyzet, hogy már személyes kapcsolatba is kerültél külföldi kollégákkal, és bekapcsolódtál a nemzetközi tudományos vérkeringésbe? A parlamenti könyvtárnak rendkívül gazdag anyaga volt. Én abból nagyon a kandidátusi disszertációm volt is, és a nagy doktori értekezésemhez is nagyon sok anyagot a parlamenti könyvtárba szedtem össze, ezt meg kell, hogy mondjam. Sőt, mondjuk én a idősebb generációhoz tartozva nekem számos a nagy előnyt jelentett, hogy az anyagok nagy részét német nyelven is el lehetett érni. Én megértettem az angolt is, de én a német nyelven mindig erősebb voltam, mert az én generációmnak még az volt a első számú idegen nyelv. És alakult a 70-es évek végén egy nemzetközi családjogi társaság, és először ennek az Uppsalai konferenciáján vettem részt a 70-es évek végén. Aztán hosszabb ideig ez nem került szóval, de 70. És akkor ott megismerkedtem például Regensburgból a Schwab professzorral, és ővel aztán az ő konferenciájára rendszeresen később is kaptam meghívást. Nem azt mondom, hogy mindig ki lehetett, mert mi ezt nem merném állítani. És volt egy-két kapcsolat. Az egyetemnek azért voltak, a Heidelbergi Egyetemmel volt egy ilyen csere kapcsolatunk, és volt egy-két lehetőségem, amikor kim, és akkor megismerkedtem kollégákkal, akik szerveztek konferenciát, ahol kicsit ismerté vált az, hogy egyáltalán van Magyarországon, akkor még ezt számított, hogy német nyelven is tájékoztatásra alkalmas a családjog területéről. Ennek a nemzetközi szervezetnek az angol volt a nyelv, egyértelműen csak az angol. Mondjuk egy tizedben a francia, 9/10 az angol volt. Említsük meg azt is, hogy akkor ahhoz az egyetem nemzetközi osztályának engedélye kellett, hogy az ember kivihesse a saját előadását.
Nem tudom, te kértél ilyen engedélyt, vagy már nem emlékszel ilyesmi? De én emlékszem rá, a Nemzetka rektor, a mindenkori rektornak személy meggyőződésem szerint kizárólag magyarul beszélő titkárnője rányomta a bélyegzőt, hogy nincs benne államtitkot, nem képvisel az anyag, amit kiviszek. Persze, nem tudom, a fejébe kivisz az ember, arra mondjuk nem lehetett ez jellemző, bélyegzőt nyomni. Milyen hatékony volt ez az ellenőrzési mechanizmus. Tehát de van, tudok olyanról, akinek elvették a kéziratát, mert nem volt rá ez a pecsét. Egyszer sem harmadjátéra is jelent lehet, úgy, lehet. Hogy nem volt rajta ez a pecsét, és elvették tőle a kéziratot. Az utóbbi években, ezt tőled tudom, egyfajta európai családjogi egységesítés is napirenden van. Úgy hívják, hogy Commission on European Family Law, és ezek különböző irányelveket, vagy elveket, nem elveket dolgoznak ki tudományos szinten, tanácsadási, azzal, hogy ők javasolják a kodifikátoroknak, hogy alkalmazkodjanak hozzá, nem kötelező erővel, sőt, vannak kétféle álláspontjuk, vannak, ahol ilyen kifejezetten ajánlják, és vannak, ahol meg csak azt mondják, hogy ez a jobb, a better law, így is hívják, amiket voltak éppen nem elfként, de ilyen better law-ként ajánlanak. Eddig 4 ilyen témakörben jelentek meg munkái. Az első témakör a házasság felbontása volt, a második a házastársi tartás, a házasság felbontása után, a harmadik a gyermekek jogaival kapcsolatos, nem a házasságon kiváltam a gyerekek jogaival kapcsolatos, a negyedik pedig a házassági vagyonjog. Azon a konferencián, ahol az elvek összeállnak, ott a szakértőtestület vesz részt, ahol általában megbeszélik ezeket a kérdéseket, ott oda bárki részt vehet. Ennek ez az egész intézmény utrechti központtal működik, sőt, amennyire hallottam, már utrechti alapítványként be is vannak jegyezve. Magyarországnak én vagyok ennek a szakértőtestületének a tagja, ennek a Commission on European Family Law, de ezek a munkák, amiket mondom, ilyen 60 meg hasonló számú kérdőívre adott válaszok, ezeket a Cyber Torsójával közösen csináljuk. Szóval megosztjuk egymás közt a kérdéseket, és általában én válaszolok meg több kérdést, mint ő, de ő fordítja le az enyémet is angolra, mert ezek csak angol nyelven jelennek meg. Azt hiszem, ha most egy fél évszázadot át lehetne így hirtelen tekinteni, akkor hát nagyon megváltozott a társadalmi közeg, amiben a családjog hatni szeretne. Milyen fő problémákat látsz te ma, amit a családjognak kellene egy kicsit megoldáshoz segítenie? Hát az első probléma, ugye, amit már többször leírtam, hogy a családdal kapcsolatos problémák nagy részét a jog maga nem tudja megoldani. A jog valamit tud segíteni. Most a házassági jogban ma már mondjuk statisztikákban, meg demográfiában nyilván probléma a házasságok labilisabbá válása. A jog ez ellen nem úgy kell, hogy dolgozzon, hogy megnehezíti a házasságok felbontását. Itt olyan problémák vannak, ami a te szakmádhoz is közel áll, hogy nagyon sok abban az értelemben vegyes házasság, hogy különböző állampolgárságú felek kötnek házasságot, és akkor melyiknek, kinek kedvezőbb, hogy melyik bontójogot alkalmazzák rá. De a házassági bontójogban voltak éppen olyan túl sok probléma, itt vannak ezek az elvek. Az irány az, hogy amennyire lehet, ha lehet, akkor egyszerűsíteni. És valahol eltolódott ez a kérdés, nem az a fő kérdés, hogy házasságot felbontani vagy fel nem bontani, hanem hogy hogyan rendezzük az utána való kérdéseket. Ez lehet a gyerek sorsa, a gyerek tartása, az elhelyezése melyik szülőnél. Hát előteszem, vagy az új családjogi törvény ezt a gyerek elhelyezés fogalmat kidobta, ezzel végképp nem tudok egyetérteni, de ezt már több helyen el is mondtam. És hát lehet a házastársak
közti vagyoni viszonyoknak a rendezése. Úgyhogy most a másik nagy terület az voltak éppen a gyermekeknek a jogi helyzete. Nem a jogállása, az nem gond. Azt simán rendezni lehet, de a mai együttérő családokban az a természetes, hogy mind a két szülő részt vesz a gyermek nevelésében, mindennapos ellátásában, gondozásában. Még akkor is, hogyha az egyik szülőnek olyan foglalkozás van, hogy hétfőtől szombatig külföldön jár, akkor is, ha hazajön, nem is beszélek arról, hogy ma már olyan modern kapcsolatok vannak, hogy naponta beszélhet vele telefonon, láthatja őt ilyen monitorokon keresztül. Most ennek a szülőnek joggal hát rosszul esik az, hogyha megszűnik a házasság, akkor neki egyre kevesebb jogai vannak a gyerek irányában. Ő kötelességet is többet vállalna. Egyébként Magyarországon én voltam az első, aki részletesebben a 80-as évek elején írtam már arról a lehetőségről, hogy a szülők közt maradjon fönn egy, a házasság megszűnése után is egy közösen gyakorolható szülői felügyelet, persze csak akkor, ha együttműködésre képesek. Az együttműködésre nem képes szülőkre ezt nem lehet ráerőltetni. Van egy ilyen tendencia, amelyik ezt tenné, ezt a közös szülői felügyeletet főszabálya, ezzel nem értek egyet. Én azzal értek egyet, hogy ez csak egymással együttműködésre képes szülőknél legyen, a másik pedig, hogy egy gyereknek akkor is kell egy fix lakóhely. Hát most egy újonnan felmerülő probléma, hogy az Európai Unió által meghirdetett, vagy az Európai Közösség által meghirdetett az Európán belüli, az Unió tagállamain belüli szabad mozgás, szabad munkavállalás elve, és az egyik szülő, elvált szülő, arról beszélek, vagy külön élő szülő, külföldre távozik, vagy gyerekkel, vagy gyerek nélkül. A gyerekkel való kapcsolat az mindenképpen valahol akadni fog. És megint egy olyan kérdés, amit nem lehet jogi eszközökkel megoldani. A te példáid azt mutatják, hogy hát ezzel tisztában kell lenni minden jogásznak, hogy a jognak erős korlátai vannak, és a jogra nem lehet mindent rábízni. Talán ez a családjog területén még fokozottabban érződik. Hát ez új kérdés a családjogban, az egész élettársi kapcsolat probléma, ahol én hát nem is. Magyarországon is, de vannak olyan országok, ahol ez még nagyobb mértékben így van, élettársként élnek együtt a szülők. Ezek ma is elég széles körben terjedő, ma is élet, és gyerekeik is vannak. Ez széles körben terjedő dolgok. Most hát itt az egyik szélsőséges nézet, amit nem hiszem, hogy én követni tudnék, hogy az, ha mi jogokat biztosítunk az ilyen rendezett, nem házasságban, de élettársi kapcsolatban rendezetten együttérő feleknek, akkor is, hogyha ez a hosszabb időn át fennállt rendezett kapcsolat utána valamiért felborul, hogy ezzel a házasság és a család védelme ellen tennénk. Hát valahol ez is egy család. Szóval ezt nem lehet ma a család fogalmából kikapcsolni. Tudom, hogy van egy ilyen nézet, most a PTK kodifikációja során te is találkoztál vele, hogy a házasság alkotmányos védelme ellen szól minden olyan lépés, amit mi az élettársaknak biztosítani. Az életen nem tud a jog túllépni, és nem is azt hiszem, hogy az a feladata. Meg kell találni a megfelelő határokat. De az, hogy túllépjen, becsukjuk a szemünket, és azt mondjuk, hogy ez nem létezik, ez én szerintem, én nem értek ezzel egyet. Az, hogy hol legyen a határ, azon lehet gondolkozni, hogy meddig menjünk el. És most nem elsősorban az egynemű élettársakról gondolkodom, mert ott főleg gyerekeket kevésbé érinti, hanem az élettársakat érinti, akik hát önálló, saját lábukon álló emberek. De szóval én nekem valahol az a véleményem, hogy ettől nem erősítjük a... Attól, hogy kevesebb jogot adunk a nem házassági kötelékben együtt élő élettársaknak, nem lesz kevesebb élettársi kapcsolat feltehetőleg, de
ezek nehéz kérdések. Ez egész valahol onnan indult, hogy a társadalom elismer, elfogadja, amíg a társadalom ezt elítélte. Ma már világviszonylatban nem ez a jellemző. Addig nem a jognak kellett tenni ez ellen, hát én nem olyan nagyon régen, én még az archifürdi civiliszt is a praxisban, jó, nem van nagyon 30 éve, olvastam cikkeket, vitatkoztak a német jogtudományban azon, hogy nem erkölcstelene ezzel az a végrendelet, amelyben az örökhagyó az élettársát juttatja. Szóval... Néhány évtized alatt nagyot fordult azért a világ. Azért hol vagyunk ma már? Nagyot fordult a világ. Azért mondom, hogy hol vagyunk. Ugye, még én is tanultam olyasmit, hogy voltak országok, Írország, Olaszország, ahol nem is ismerték el a házasság felbontását. Sőt, szerintem te még olyan családjogot tanultál, ahol még volt ilyen kategória, egy asztaltól, ágytól elválás, vagy ez már akkor magyar jogban nem volt? Magyar jogban 45 után ez a fogalom. Na jó, de az asztaltól, ágytól való elválás, ez azért volt, mert a katolikus egyház ellenezte a válást, és az ilyen milyen katolikus hitű emberek betartották az egyház szabályait, és ezt kérték, de meg kell mondjam, hogy már az eredeti 1894-es házassági törvénynek az volt a szabálya, hogyha ugyanolyan okok alapján lehetett kérni, mint a házasság felbontását, de ha már felek két éve ilyen ágytól és asztaltól való elválási kapcsolatban éltek, akkor bármelyikük kérhette azt, hogy ez bontássá alakítsák át. Hát többször szóba került a beszélgetésünk során az új polgári törvénykönyv, hogy ennek az előkészítésében te hát nagyon fontos szerepet játszottál, úgyis mint két munkabizottságnak a vezetője, családjogi és öröklésjogi munkabizottság vezetője, akkor a legfőbb előkészítő grémium, a szerkesztőbizottság tagja. Hát itt sok vita volt, de utólag úgy láttam, hogy ott azért sikerült mindig konszenzust elérned. Hogy emlékszel vissza, hogy ez most már lassan egy évtizeddel ezelőtt induló program volt? Én először azt hiszem, hogy szerencsés voltam, hogy jól összetudtam válogatni azokat, akik a munkabizottságban részt vettek. Ezért kértem tanácsot is, mert közjegyzők részéről a Bóka Juditot megkérdeztem, hogy kit ajánl esetleg maga mellett más közjegyzőt. A bírósági embereket ismertem, szóval én azért, de egy-kettőt nem például akartam, hogy vidéki bíróságról is legyen olyan, aki részt vesz, és nagyon jó tanácsot kaptam. Szóval, hogy teljes konszenzus volt, azt nem merném állítani, mert hát én se tudok mindennel egyetérteni, hát a teljes konszenzus se tudott kialakulni. Sokszor volt egy többségi nézet és egy kisebbségi nézet. Szóval én teljes konszenzusra nem lehet jutni, és én ezt nem is próbálom most sem az én nézetemet másra ráerőltetni, sem vannak dolgok, amiben én nem vagyok meggyőzhető, hogy az előbb említettem, bár ez a munkabizottságban nem merült föl, ez később jött elő, ez a gyermektartózkodási helyek kérdése, ez akkor még nem merült fel. De én azt hiszem, hogy ez a munkabizottság jól működött, és én igyekeztem ezt a működést azzal is honorálni, hát nem anyagilag, erről szó nem volt, hogy ahol megjelentek ezek a munkabizottsági anyagok, vagy a tematikák, a két ugye, tematika is megjelent, ott én bizony mindenütt felsoroltam, hogy kiknek a tanulmányait használtuk föl hozzá. És azért ezeknek van valami, hát azért ez a magyar közlönyben kihirdetésre került, ezt akinek a kezébe jut egy magyar közlöny, az elolvashatja, hogy kik azok, akik ebben a munkában részt vettek. És én úgy érzem, hogy ők meg is érdemelték, hogy feltüntetve legyenek, és szívesen jöttek. Egyetlen egy nem volt, aki azt mondta volna nekem, hogy ő nem akar ebben részt venni. Most is rendkívül aktív vagy, adott esetben, ha szükség van, a nappali tagozaton tartasz előadásokat, részt veszel a doktori képzésben. Hogy látod a doktori képzésünknek a helyzetét? Sokan vannak, akik ezt komolyan veszik. De én azt látom, hogy a doktori képzésben résztvevőknek egy kisebb része ösztöndíjjal csinálja, egy nagyobb része munka mellett, ez reális. Ahol én hiányt érzek, és ezt már elmondtam a doktori iskola
vezető helyettesének, a Nagy Mariannak, meg elmondtam a tanszékünkön, annak idején a Kisfaludi Andrásnak is, meg hát az érdekelteknek is, hogy a jogi képzés, én most csak a mi karunk, csak a jogászokról beszélek, a jogi képzés az a szakvizsgával fejeződik be. Ez a szakvizsgával, nem az egyetemi diplomával, a szakvizsgával. Ehhez a szakvizsgához 3 éves gyakorlatra van szükség. Ebből annak idején az egyetemi oktatásból, most a doktori képzésből is 1 évet beszámítanak. De a doktori képzés, aki ösztöndíjat csinálja, az 3 év. És akkor 3 év után, hogy a doktori képzést, a disszertációját nem, de ezt a 3 éves képzést befejezte, és abból 1 évet beszámítanak. De ha most Nagy Maria mondta, hogy szóval 2 évet fognak beszámítani, nem azon múlik. Hát a jogi, most nem a jogtörténészekről és nem a jogfilozófusokról beszélek, de a polgári jogász, a büntető jogász, a munkajogásznak valahol a jogi gyakorlatot is meg kell ismerni. Most nekünk van egy családjogból egy ilyen doktori képzésben résztvevő hallgatónk, aki részt vesz a családjogi szakjogász képzésben, mert van egy ilyen a jogi továbbképző intézetből, de ez nem jogosítja őt a szakvizsga letételére. És biztos, hogy az egyetemeknek felmerült a kérdés, hogy hogy alakul a jövő. Hát a jövőre se lesz annyi státusza, hogy ezeket az embereket foglalkoztatni tudja. És hát ezeknek az embereknek való az, hogy a jövőben való foglalkoztatásuk megoldott legyen, lehetősége, nem a foglalkoztás, a lehetősége. Hát feltétlenül, mert aki megszerzi ezt a fokozatot, az nem kap mindenképpen egyetemi állást. Hát nem is tud, nem is tehát, való, nem is feltétlenül való az egyetem, legyünk őszinték. Persze. Nem is feltétlenül való, arra lehet, hogy való kutatni, nem való oktatni, lehet, hogy egyikre se, ő erre jelentkezett, ez tisztességesen helytáll, de nem való az egyetem. És, de hát különben is, ha oda való, akkor sincs ennyi. Még akkor is, ha van 9 jogi kar, amit én fölöslegesnek tartok már mennyiségben, de akkor sincs ennyi státusz. Decemberben volt pont ebben a teremben egy nemzetközi konferencia, ahol az egyik fő referátumot te tartottad, éppen a családjog változásai az új polgári törvénykönyv kapcsán témakörben. Milyen egyéb témákkal foglalkozol? Hát én mindig elhatározom, hogy most már az írás befejezem, aztán mindig jön valamit, megkérnek valamire, és akkor még se fejezem, de ez az igazság. Úgyhogy most pillanatnyilag ezt akarom, hát szerkeszthető változni, ki akarják állítólag adni ezt a decemberi konferencia anyagát, most éppen azon dolgozom, hogy ezt kiadható, német nyelven, de hogy ezt kiadható formába hozzam. Aztán van egy felkérésem egy zürichi professzornőnek, aki most ugyancsak 60 éves lesz, de a 60. születésnapjára adnak ki egy ilyen, amit mi nálunk idősebb korban szoktak kiadni, egy ilyen kötetet, és kértek, hogy abba írjak egy tanulmányt. Azt hiszem, hogy az öröklési jog köréből fogok írni, és hát ha úgy hozza a sors, hogy hozzá lehet még jutni a PTK-hoz, hozzá lehet még nyúlni a PTK-hoz, akkor nyilván szeretnék benne részt venni, nem tudom, hogy ezt, ebből lesz-e valami, vagy nem lesz. Hát reménykedjünk. Van a családjogi szakjogász képzés, abban részt veszek, és hát ha mondjuk, írni nekem már egy kicsit azért nehéz, meg kell, hogy mondjam, mert ma már az anyagokhoz való hozzájutás ebben a modern technikából van egy kicsit nehéz. Mondtad, hogy a parlamenti könyvtárban annak idején minden fontos mindent. Dolgot megtaláltál. Én mindent megtaláltam. Akkor már mindent megtaláltam a parlamenti könyvtárban. Az internettel ezt a parlamenti tudom. Könyvtár se tud versenyezni, és az interneten viszont nem lehet azért mindent elolvasni. Ott legfeljebb megtalálja az ember, hogy na, itt megjelent igen. valami, vagy ez történt, az történt. Most a családjogban van 2 hasznos kiad, az egyiket már említettem, azt hiszem. Van egy német családjogi folyóirat, amelyik évenként 1 számot annak szán, hogy megírja, hogy az európai jogrendszerekben
az előző évben milyen változások történtek. Hát ezeket a szerzőket vezető folyóirat, te is tagja vagy a tudományos tanácsának. Igen. És ezeket a szerzőket el lehet érni, vagy ezeket a forrásmunkákat esetleg el lehet érni. A másik az egy szélesebb körű, van egy, ez a másik nemzetközi szervezet, ez évenként kiad szintén egy kötetet, az részletesebb tanulmányok, ez a családi folyt, ez két oldalban összesűríti, ami történt. De ők viszont alapvetően arra koncentrálnak, hogy azokat az európai kívüli országoknak a változásairól adjanak számot, amelyekhez eddig az európai országok nehezebben jutottak. Vannak benne európai országokból is, és például elég gyakran publikálnak benne a volt Jugoszláviának a szlovének, a szerbek, szóval ahol, akik úgy gondolják, hogy valahol be kell mutatnunk a világban, hogy nálunk mi van, mert az, hogy mi van Németországban, azt az emberek általában tudják. Az, hogy mi van Szlovéniában, mi van Szerbiában, vagy az volt szovjet nevben, mi van Litvániában, ezek a könyveknek ez hasznosak, és ennek angol a nyelve, hát ez még nem zavar, és ezekből az ember kap valamilyen információt. Kitüntetéseid közül csak egyet hoztál el, de én azért hadd mondjam el, hogy a Magyar Tudományos Akadémia talán egy évtizeddel ezelőtt a legnagyobb kitüntetésével tüntetett ki az ötvös koszorúval, és a múlt héten a Pro Redovanda Kultúra Hungáriae alapítvány, egy magán alapítvány Deák Ferenc díjjal tüntetett ki, de te ezt hoztad el a 1993-ban az egyetemi tanács által adományozott arany emlékérmet. Hát, mert úgy gondoltam, hogy ez kötődik ehhez az egyetemhez, azért hoztam el. Mint ahogy te is az egész életedet ehhez az egyetemhez kötötted, én azt hiszem, hogy ez egy méltó szimbóluma, ez a kitüntetés annak a fél évszázadnak, vagy inkább most már 60 évnek, amit te az egyetemen eltöltöttél.